az én korosztályom abba a történelmi korszakba élt, ahol voltak negatív, meg pozitív stimulációk. És az élet, a belső indítatás mindig azt kell mondani, és hogyha fiatalabb generáció hallja, látja, amiről beszélünk, hogy ne azt nézzem, hogy mi nincs, hogy mi a rossz, hanem hogy mit tudok ebből kínulva jobban csinálni. Nem elfelejtve, arra is kell gondolni, mert ha nem tudom, mi a rossz, akkor nem tudok jót sem tenni. Tehát a családba indult ez el a németség. Mi otthon először németül tanultunk, és ha az utcára kerültünk a szomszéd gyerekkel, akkor németül magyarul ment a dolog. Egy ilyen vegyes felvágott azonba község mindig is történet folyamán volt, ma is lényegében az. És akkor jöttek az idők, amikor a német szó az egy rossz dolog volt, és minden német fasiszta volt. Állítom, hogy a magyarországi svábság 75%-a se tudta, ki a Hitler, meg nem tudta, hogy a Heimensreich, meg ilyen szlógenek voltak, és mi most azt mondom, a környezetem és a ismerés, mi megpróbáltuk ezt nem elfelejteni, de ezen nem állandóan rágódni, és nem önsajnálkozásba menni, hanem előre fele haladni, és ahogy a lehetőség adatott, egészen a rendszerváltásig, már előtte elindultunk, amit lehetett, azt kiaknáztunk. Jött a rendszerváltás, akkor mindig több és több laikus egyesületek voltak, akkor jött az a lehetőség is, hogy az egyháznak is nagyobb tere volt, akkor megalakult a Katolikus Németek Egyházmegyei Egyesülete. Ezt mi veljük, és észrevettük, hogy igenis igény van rá. Na persze nem úgy, hogy kérdezték a falragasztó, akit ez érdekel, az jönnek. Elmentünk a falvakba, egyes kis településekre, elmentünk annak idején a tanácselnökhöz is, most még a polgármesterhez, a paphoz, mindenkihez, az iskolákba elmentünk, és akkor döbbentünk arra rá, hogy igenis van igény. És ezt kielégíteni, ezt próbáltuk csinálni az utóbbi időben.